Először is önhöz fordulok, ülésvezető elnök úr, hogy az eddigi rossz tapasztalataim miatt kérdésem elhangzása után kérem, hívja fel a figyelmét ön is a válaszadónak, hogy az országgyűlési törvény 42. szakasz második bekezdése alapján köteles a kérdésem megválaszolni, azaz arra érdemi választ adni. A válaszadónak pedig segítségképpen elmondom, hogy az értelmező szótár szerint a megválaszol ige jelentése a következő kérdésre odaillő gondolatot közöl, szóban vagy írásban megadja a feltett kérdést, kielégítő adatot, tényt vagy vélemény. Azaz nem elégséges a szájának mozgatásával értelmesnek tűnő mondatokat formálnia, hanem válaszának a kérdésekre adekvátnak kell lennie. Másként jogsértést követel. Ilyen előzmények után kérdezem önt ismételten arról, hogy fizetette lakbért Patai Mihálynak, a Unicredit vezérigazgatójának azért, hogy a lakásában lakott, avagy más módon kompenzált ezt a sok milliót érő kis baráti szívességet. Megjegyzem, több jelzést is kaptam helyi lakosoktól arról, hogy az előző válaszában megjelölt Balatonakaratjai címen bár szép a ház, de senki nem lakik életvitelszerűen, főleg meg nem ön. Mielőtt a kérdést félreértené, elnök úr, mint a múltkor, jelzem, hogy az öreg ördöghöz is szívesebben mennék vendégségbe, mint önhöz. Így azt sem érdekel, hogy milyen címen lakik, megelégszem, ha csak a kérdésemre válaszol. Másrészt megkérdezem újra, nem tartja-e visszásnak, hogy a szeretőjét, akivel az ő saját bevallása szerint is összetartoznak, a jegybanki alapítványokból pénzeli? Hogy egy jóga oktatónak, még ha a szeretője is 600 ezer forintot fizetnek közpénzből India kutatásokra, amikor egy ezzel foglalkozó tanszékvezető egyetemi tanár sem kap annyit ugyanezért. Az ő anyja pedig 4 MNB-s alapítványnak könyvel havi több millió forintért. És még elütné ezt azzal, hogy mindez magánügy, jelzem elnök úr, hogy nem az. Két okból sem. Először is én azt gondolom kínos, ha egy konzervatív közszereplőről kiderül, hogy szeretője van, bár ez engem különösebben nem érdekelne. Az azonban annál inkább, amikor haverokat, rokonokat, szeretőket, szeretők szüleit tartja el az MNB elnöke közpénzből. Várom tehát érdemi válaszát. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, a kérdésnek az a része, amelyiket volt szíves az én értelmezésemre bízni, úgy gondolom, hogy az nem tartozik a kérdéshez, hiszen a magyarázó résztől most el lehet tekinteni. Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Bank elnökét, és 2 percre átadom a szót, parancsoljon, öné a szó, elnök úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hát ami a válaszra érvényes a kérdésre is, amelyben tények nem szerepeltek, felhívom a figyelmét tovább arra, hogy az országgyűlés 2016 november 2-ai plenáris ülésén már föltették ezt a kérdést, amire válaszoltam, valamint az ön pártársa, dr. Szakács László képviselőről 27 ízben és alkalommal tette fel ugyanezt a kérdést, tehát amit arra válaszként írtunk, az továbbra is igaz. Közérdekű adatot nyilvánosságra hoztunk. Ön egy megszűnt, méltán népszerűtlen újság valótlan információjára építve bombáz engem és másokat különböző vélt hamis állításokkal. Semmilyen valóság alapja nincs, mert ha lenne, ön azt elmondta volna nekünk. Ezt nem tette meg, ahogy az ön pártársa sem tette meg. Hogy az állandó lakhelyemen mikor lakom és mikor nem, hát örömmel látom, hogy érdeklődik Balaton akaratja ügye iránt, ezt nagyon-nagyon köszönjük, mi akaratjai lakosok, de ez aztán végképp nem tartozik önre. Ahogy az sem tartozik önre, hogy mikor és milyen helyen tartózkodom az állandó lakcímemen kívül. Ez engem is megillent, ez a magánéleti információ, és hát én sem kutakodom az ön magánnaptárában egyébként, hogy hol tartózkodik, hétvégéken, vagy pedig az esti és éjjeli órákban. Úgyhogy kérem, hogy figyelmesen olvass el az eddigi válaszokat, és a fel nem tett, tényekre nem támaszkodó kérdéseire ott megkapja a választ. Köszönöm szépen. Gőgös és Józsa képviselő urak, be kell adni egy kérdést, és akkor van lehetőség azt föltenni.
Józsa képviselő úr, figyelmeztetésben részesítem, felhívom figyelmét a házszabály előírásainak a betartására, és arra kérem, hogy a mai napon ne kelljen még egyszer figyelmeztetnem, jó? Most Bárándi Gergely képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy legközelebb a tényfogalmát idézem majd magának, elnök úr, az értelmező szótárból, mert ez sem érti. Az a probléma, hogy sosem válaszol a kérdésekre, most sem tette. Érti ezt a kérdést? Nagyon egyszerű, fizetette el lakbér Patainak? Erre válaszoljon, igen vagy nem? Nos, elnök úr, ezzel a válaszsal egyébként megint csak nem a engem sért, hanem a választópolgárokat nézi cinikus és lefitymáló módon levegőnek, ahogy egyébként sokadszor is jogszabályt sért az ilyen válaszokkal. Ami biztos, a következőket fogom tenni, elnök úr. A törvény megsértése miatt az igazságügyi bizottsághoz fogok fordulni, nem mintha egyébként ettől sokat remélnék, de legalább az utókor látni fogja, hogy milyenek is voltak maguk annak idején. Aztán lefordítatom az eddigi válaszait, és elküldöm az LKB elnökének, valamint az összes uniós jegybank elnöknek. Na nem azért, hogy lássák, hogy milyen ember is ön, hanem azért, hogy esélyét adjam annak, hogy esetleg jobb belátásra bírják. A büntető feljelentésről hivatali visszaélés miatt, valamint az esetleges további lépésekről pedig elgondolkozom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Viszont válasz illeti meg elnök urat is. Egy percben parancsoljon, elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Hát tényeket megint nem hallottunk. Semmilyen olyan tényt ön nem tárt fel, amire érdemben válaszolni lehet. Vajon ki és miért fizetne bárkinek bármilyen lakbért, vagy átalányt, vagy bármit, ha egy lakásban, vagy egy házban, vagy egy kerületben, vagy egy városban nem lakik. Akkor miért kellene ön szerint? Miért kellene ön szerint? Tehát hol vannak azok az ön hamis állítását alátámasztó tények, amelyeknek alapján ön egyáltalán föltehet ilyen kérdést? Ön egy személyes bosszú hadjáratot folytat, magánügyet intéz, közidőben, közpénzből a Nemzeti Bank elnök ellen, mert mi perben állunk. Magánügyben, közpénzen, közidőben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bárándi képviselő úr, a kérdése elhangzott. Hozzáfűzni nem lehet, képviselő úr. Ezt majd egy következő kérdésben tisztázni fogja. Köszönöm szépen.